Március 23-ai testületi ülésen a Balmazújvárosi Kistérségi Humán Szolgáltató Központ beszámolóját is elfogadták. Az intézmény intézményvezetővel beszélgetünk ezen apropóból, mi az, ami a beszámolóba belekerült, mi az, ami a múlt évben megvalósult, milyen tervek vannak 2022-re. A 2021 évi beszámolónk azt szintén elég bőségesen sikerült, úgy, mint minden évben. Ez azért van, mert ugye a mi intézményünk 13 ellátási formát ölel fel kistérségi szinten, négy település tartozik hozzánk, és mindig elég bőséges ez a beszámoló, elég tartalmas, és arról szól, hogy az elmúlt évben mi az, amivel. Foglalkoztak a munkatársaink, illetve az ide érkező ellátottak, milyen programokban, milyen fejlesztésekben vettek részt. A 21 év az hasonló volt a 2020-as évhez, ugye még a pandémia, illetve a járványhelyzet miatt elég hiányosan tudtuk ezeket a programokat megvalósítani. Ugye hónapról hónapra kellett alkalmazkodnunk mindig az adott lehetőségekhez, mit lehet, mit nem lehet. A nappali ellátásaink nagy részében az online foglalkozások hódítottak teret, rétért egy kis csoportunk, akinek otthon van olyan eszköze, amivel ezeken az online foglalkozásokon részt tudott venni, ők bekapcsolódtak ebbe a csoportba és nagyon aktívan részt vettek ezeken a hát egy kicsit sajátos, más formában végrehajtott csoportfoglalkozásokon. Amikor természetesen feloldották ezeket a tilalmakat, akkor kezdtük újra ugye a személyes találkozásokat, szintén az, az intézményben ezek a csoportfoglalkozások, illetve terápiák beindulhattak. Talán a 2021-es év vége volt az, amikor már azt tapasztaltuk, hogy egyre több ellátottunk tért vissza az intézménybe, nem volt már az a félelem a vírustól, illetve magától a betegségtől és elkezdődhetett újra az élet az intézményeinkben, mert ugye itt Balmazújvároson két telephelyen is működünk, itt a Veres Péter 68 alatt, illetve a Debreceni utca 12 szám alatt, tehát felpesdült az élet az intézményeknél. A további terveink, a 2022-es évre vonatkozó terveink, Hát nagyon szerteágazóak. Szintén szeretnénk megvalósítani a, a már ö, folyó ö, programjainkat, amelyek ö, tradicionális programok, tehát ezeket szeretnénk megvalósítani ebben az évben, illetve fejleszteni is nagyon szeretnénk, mert egyre nagyobb az igény azt vesszük észre a különböző szolgáltatásokra így a szenvedélybeteg nappali ellátásunkat, a pszichiátriai nappali ellátásunkat, az idősek nappali ellátását, valamint a fogyatékkal élők nappali ellátását is szeretnénk egy kicsit fejleszteni. Nagyobb ellátotti létszámot tudnánk fogadni azáltal, hogy a Debreceni utca 12 szám alatt van egy üres épületrész, amelyet az önkormányzat Nekünk szán, vagy megkapjuk ezt az épületrészt, és ennek a felújításával tudnánk talán ott bővíteni ezeket a szolgáltatásokat. Hogyan sikerült az intézményben, vagy az ellátottaknak átviselni ezt a pandémiás időszakot, illetve hogy felélénkült most az érdeklődés egyéb programok vagy szervezések iránt? Lehetséges, hogy kicsit kiüresedett a tavalyi év, és most, hogy a pandémia mindent is megenged, ezért mindenki jobban érdeklődik, mozgásban van, és szeretne társaságban lenni? Természetesen azt tapasztaltuk, hogy nagyon bezárkóztak az időseink, a betegséggel küzdő ellátotjaink. Tehát az intézmény egyébként is úgymond sérült embercsoportokkal foglalkozik, akiknek valamilyen egészségügyi problémájuk van, vagy elmagányosodásban élnek. Ez felerősödött a pandémia alatt, de próbáltuk, amint ahogy említettem, ezzel az online tevékenységünkkel, illetve a Gondozónőink azért személyesen is megkeresték az időseinket, természetesen a megengedett kontextusban, és megkérdezték mindig, hogy van-e valamire szükségük, vagy szeretnének-e valami olyan ellátást, amit esetleg hiányolnak ez alatt az idő alatt. És amikor lehetőség volt rá, amikor megnyílt az intézmény újra, akkor azt vettük észre, hogy lassan ugyan, de szépen mindenki ö, vissza ö, tért a régi kerékvágásba, és mintha mi sem történt volna, újra, mint ahogy már mondtam, benépesedett a, az intézményünk. Az intézmény nem tudom, hogy hány éve áll és működik. Milyen jelenleg az infrastruktúrája, ellátottsága, szakemberek jelenléte az épületben? Az intézményünk így, mint ö, hisztérségi, tehát mint a humán szolgáltató központ 2009 óta működik, összevonva a szociális ellátást, illetve a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásokat. A személyi összetételünk százszázalékos, tehát igazából mindenki képzetnek tekinthető, minden munkacsoportra megvan az emberünk, nagyon ritka az, amikor, amikor szakember hiányal küzdünk. A tárgyi feltételeink is adottak, annyi talán, hogy a, itt a Verespéter 6-8 szám alatt a székhelyintézménynél, mivel 2010-ben költöztünk ide, itt már egy felújításra, egy festésre. Egy kis karbantartási munkálatokra szükség lesz ebben az évben, amit természetesen beterveztünk az idei évi költségvetésbe, és ez most tavasszal és a nyáron meg fog valósulni. Vannak -e erre az évre valami különleges, egyedi tervek, programok, intézkedések? Tervek, programok mindig vannak, tehát ahogy már mondtam is, vannak tradicionális évről évre megrendezésre kerülő programjaink, amelyek ugye most az elmúlt két évben kimaradtak. Ezeket a programokat nagyon szeretnénk most bepótolni. Vannak olyan programjaink, amelyek egy adott ünnepkörhöz kapcsolódnak, Ezeket is természetesen. Októberben mindig van nekünk egy nagyszabású idősek napi rendezvényünk, a művelődési központtal szorosan karöltve. Ugye 500, több mint 500 fő szokott részt venni ezen a rendezvényen, ami sajnos tavaly is és a tavaly, tavaly előtti évben is elmaradt. Ezt most nagyon szeretnénk az idén megszervezni, nagyon nagy igény van rá, tehát nagyon szeretnék az idősek, ha erre sor kerülhetne. A tavalyi évben a karácsonyi ünnepségünket is egy kicsit rendhagyó módon valósítottuk meg. Szabad történt a, az ünneplés, és mindenkinek nagy meglepetésére egy hozzátartozója videó üzenetet küldött, és egy kivetítőn ezeket az üzeneteket tudtuk tolmácsolni az ellátottjaink felé, ami azt gondolom, hogy egy nem szokványos, de egy nagyon jól sikerült karácsonyi ünnepség sikeredett belőle. Amit még nagyon szeretnénk az idén egy hosszabb kirándulást az ellátottjainknak. Ennek a szervezése már folyamatban van. A Balaton partján lesz ez a kis kirándulás, amit már nagyon várnak az időseink. Aztán vannak olyan megoldandó feladatok az intézmény életében, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat tekintetében, hogy ne csak mindig a szociális részről beszéljünk, amelyek ugye égető feladatok, amelyeket meg kell oldani. Egyre több problémánk van egyébként gyermekjóléti szolgálat tekintetében, ennek kapcsán kezdeményeztünk is most az önkormányzat, illetve a jelzőrendszer részére egy összejövetelt, és fontosnak tartanánk, hogy ezeket a problémákat ott megbeszéljük, és ezekre megoldási módokat találjunk ki. Úgyhogy ez még egy következő célja az intézménynek, illetve az intézmény ezen részének. Hát az, hogy ezek mennyire tudnak megvalósulni majd, ugye ez nem rajtunk múlik. Tehát mi mindent megteszünk. Én azt gondolom, hogy az intézmény a megalakulása óta nem csak a kötelező feladatait látja el, hanem a kötelező feladatain túl nagyon-nagyon sok plusz feladatot vállal, és nagyon sok szeretettel, mert hogy ehhez az kell, hogy az itt dolgozók azért Ezeket a plusz feladatokat hivatástudatból végezzék, és nem azért, mert kötelező ezt végrehajtani, és jönnek az ötletek. Tehát jönnek mindig a, az itt dolgozók felől az ötletek, hogy mi az, amit még tudnánk adni a lakosság ezen részének, aki a mi szolgáltatásunkat igénybe veszi. Kisérségi intézményként hány ellátott tartozik ide, lehet-e ezt számosítani? Hát igazából számszerűsíteni nem lehet, mert ugye mindig változó. Vannak olyan ellátási formáink, ahol be van szabályozva az, hogy egy-egy ellátási formában hány ellátottat lehet fölvennünk. Ilyen a fogyatékkal élők, az idősek nappali ellátását 30-30 fővel működünk, illetve a pszichiátriai betegek, illetve a szenvedélybetegek nappali ellátását 40-40 fővel és ezt szeretnénk most még fejleszteni, mert van rá igény. Tehát egyre, tehát váró van, tehát folyamatosan váró listával rendelkezünk, szeretnének minél többen bekerülni ugye az intézmény életébe, és ezt szeretnénk kiszolgálni, tehát hogy minél több embert tudjunk ellátni. A családsegítő gyermekjúléti szolgálat tekintetében ott mindig változó éppen az adott helyzethez mérten, hogy hány családdal, hány gyermekkel foglalkoznak a kollégák. Illetve van még nekünk a kistérségben egy bentlakásos intézményünk is, egyeken. Az egyeki idősek otthonában ott 25 fő tartózkodik most, ott 25 főre van engedélyünk. Néha egy-egy létszám fölöttünk is van, mert ott is folyamatosan várólistával rendelkezünk. Mit jelent pontosan ez a nappali ellátás? A nappali ellátás az ugye azt jelenti, hogy a nap bármelyik szakaszában bejöhet az ellátott hozzánk, és itt tölti úgymond a nap, a nap nagy részét. Na most ez úgy néz ki, hogy vannak olyan foglalkozások, amelyek rendszeresek, tehát heti rendszerességgel ismétlődnek. Ilyen a főzőklubunk, a sütiklub, aztán van kreatív foglalkozás, van mekenzi tornánk, arra is nagyon szeretnek járni az ellátottak, jogát szoktunk szervezni, azt is nagyon szeretik. Hát, és emellett ugye, amit mondtam, hogy minden ünnepkörhöz tartozik egy-egy foglalkozás, és akkor ezeken a foglalkozásokon természetesen részt vesznek az ellátottjaink, a jogi tanácsadást kihagytam, tehát jogi tanácsadásban is részt vehetnek, és az igényekhez megfelelően szoktuk alakítani mindig a programokat. Kirándulnak, kerékpároznak, nem messze Nagyhegyesen van egy krátertó, oda rendszeresen kijárnak, ott főzni szoktak az ellátotjaink, tehát ez... A nappali ellátás lényegében ezt akarja, hogy napközben bárkinek szüksége van arra, hogy közösségben, emberek között legyen, eltöltse a napját hasznosan. Férfiak sakkozni szoktak, kátyázni szoktak, tehát egy aktív élet folyik igazából az intézményben. Intézményvezetőként megelégedettséggel zárta a 2021-es évet? Igen, azt mondhatom, hogy hogy megelégedéssel, mert amit lehetett, úgy gondolom ebből az évből is kihoztunk. Tehát igaz, hogy keretek közé szorítva, mert hogy ugye azért keretek közé voltunk olyan szinten szorítva, hogy a vírusnak, a pandémiás helyzetnek megfelelően ugye a központi iránymutatást be kellett tartanunk, de egyébként amit ebből a helyzetből ki lehetett hozni, azt, azt gondolom maximálisan megoldotta az intézmény. Van-e valami titkos vágya egy intézményvezetőnek, ami jó lenne, ha megvalósulna, akár a vezetése alatt a közeljövőben, ami egy álom, egy vágyálom, de talán gyakorlattá is válhat, megvalósulhat? Hát, olyan konkrét vágyálmom ö, igazából nincs. Azt gondolom, hogy ha ezen az úton tovább tudunk menni, ilyen szinten tudunk fejlődni, mint ahogy a 2009-es évek óta folyamatosan. Tehát azért nekünk 2010-ben volt egy jelentős fejlődés, azzal, hogy létrejött a szenvedélybetegek nappali ellátása. 2012-ben tudtuk fejleszteni a házi segítségnyújtásunkat, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásunkat. 2013-ban létrejött a fogyatékkal élők nappali intézménye. Tehát ezek mind fokozatosan születtek meg az intézmény életébe, és azt gondolom, hogy ha ezt az utat tudjuk folytatni, illetve azokat a programokat, amelyeket szeretnénk megvalósítani, sikerül megvalósítanunk, akkor én elégedett leszek.